Nem rosszabb a vajdasági sertés állomány minősége az uniósnál, mondták a pacséri szakmai összejövetelen. Ahhoz azonban, hogy a szerbiai tenyésztők érdekei érvényesülhessenek az EU piacán, összefogás szükséges. Egyesülnünk kellene, mert ugye közös erőkkel többet el lehet érni, mint magányos farkasként. Hosszú távú szakmai együttműködési megállapodást kötött egymással a kaposvári székhelyű Magyar Fajtiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete és a Pacséri Mezőgazdasági Termelők Egyesülete. A cél, hogy a két egyesület tagjai átadják egymásnak a sertéstenyésztéssel kapcsolatos jó gyakorlatot és tudást. A legfontosabb célja, hogy a szerb állattartók jobban vegyék az akadályt, és ha nagyon szépen akarom kifejezni magam, a felzárkózásnak minden egyes centét tudják hazavinni, és az adott vidéken élhetővé tenni. Fel kell, hogy készüljünk, tehát a genetikailag, és a gazdák saját maguk, tehát ezt a termelési módszert, valamint a mennyiséget. Tehát egy minőséget egy mennyiséggel kell párosítani. A csatlakozási tárgyalások időszakában versenyképessé kell tenni a vajdasági mezőgazdaságot. A mi termelőink tudnak termelni, ezt már bizonyítottuk évtizedekre, évszázadokra visszamenőleg, de az utóbbi 10-15 évben úgy érzem, hogy technológiában, törzsállományban, genetikai állományban egy kicsit lemaradtunk. Ezt a lemaradást kellene többek között ezen az együttműködésen keresztül felerősíteni, vagy legalábbis nem felerősíteni, hanem behozni. A Vajdasági Magyar Szövetség politikusai Pacséron még ellátogattak a termálkúthoz és a májusban elkészülő tófürdőhöz is. Bácskosútfalván a tekepályát tekintették meg, és felkeresték a helyi művelődési házat.